áttatták és megáldották péntek délelőtt a csaknem 600 millió forintból kívülbelül megújult Bocskai utcai óvodát. Első alkalommal rendezték meg a Neumann János Egyetem kampuszán az Országos Additív Tudományos Konferencia és Workshopot. Szeptember 22-én autómentes nap lesz Kecskeméten, kerékpáros felvonulással és egésznapos programokkal. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a híres híreket látják 19 órakor. Átadták és megáldották péntek délelőtt a csaknem 600 millió forintból kívülbelül megújult Bocskai utcai óvodát. A 40 éves épületet másfél év alatt újították fel, gyakorlatilag csak a falakat tartották meg. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester köszöntőjében kiemelte. A Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja keretében három kecskeméti óvoda is megújult vagy újul meg a közeljövőben. Átadták a felújított és kibővített Bocskai utcai óvodát ma délelőtt. Az intézmény mellett idén júniusban adták át a megújult Teleki László utcai óvit, és hamarosan felújítják a Szent Imre utcai óvodát is. A Bocskai utcai intézmény mintegy 600 millió forintból újult meg kívülbelül. Itt 191 gyermeket nevelnek 8 csoportban. A katolikus nevelés mellett drámapedagógiai és népművészeti foglalkozásokon, játékos angol oktatáson vehetnek részt a kicsik. A mi emberi erőfeszítésünk nem lenne elég. Felülről jövő erőre, bölcsességre van szükségünk. Az Úr velünk volt, építette a házat. A támogatásként kapott mintegy 477 millió forintból, valamint fenntartónk ezt kiegészítő 100 millió forintos támogatásából a 21. századi óvodai nevelési elvárásoknak és igényeknek minden tekintetben megfelelő, a ma megáldásra kerülő épület. Szemereiné Pataki Klaudia köszöntőjében felidézte, nem könnyű időszakon van túl a ma átadott óvoda, de a teljes körű felújítás sikeres volt, ezzel pedig az intézmény eddigi 40 éves történetében újabb 40 éves fejezet nyílhat meg. Külön köszönöm a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programjának is, hogy Kecskeméten három óvodát is sikerült közösen felújítanunk, feldíszítenünk és a mai kor követelményének megfelelő környezetet kialakítani, és mindezeken túl pedig azt gondolom, hogy ami a mi közösségünket szolgálja, hogy mindegy biztonságos hátteret teremtettek az itt dolgozóknak és az ide érkező családoknak. A polgármester színes poligon kecske figurákat és más játékokat tartalmazó ajándékcsomagot adott át az óvodának. Az ünnepségen részt vett Soltész Miklós is. Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár kiemelte, Magyarországon mintegy 50 katolikus óvoda épül, 70 pedig megújul a Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programjában a magyar kormány 67 milliárd forint támogatásával. 67 milliárd forintból közel 120 fejlesztés valósul meg. Ebből 50 új óvoda, és 70 pedig megújul, ez a megújultak közé tartozik. De ha ide Kecskemétre érkezünk, és készültem az anyagból, még másik két óvoda újul, vagy épül, fantasztikus nagy dolog, katolikus egyháznak a közreműködésével. Nagyon nagy dolog. Soltész Miklós köszönetet mondott Kecskemét városának, amiért a felújítás ideje alatt ingyenesen helyet biztosított a Bocskai utcai óvoda csoportjainak más intézményekben. Az óvodások műsora után dr. Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek megáldotta az épületet. Első alkalommal került megrendezésre a Neumann János Egyetem kampuszán az Országos Additív Tudományos Konferencia és Workshop a mai napon. A cél, hogy a résztvevők megismerjék az új technológiákat, valamint összehozzák a hallgatókat a szakmával. Első alkalommal került megrendezésre a Neumann János Egyetem kampuszán az Országos Additív Tudományos Konferencia és Workshop. A mai rendezvényt a Neumann Emlékév 2023 programsorozat keretében szervezték meg. A szakmai rendezvényt hagyományteremtési szándékkal hozták létre az egyetem munkatársai. Szeretnénk közel hozni egymáshoz nem csak a szakmát, nem csak a technológiai fejlesztéseket, a gyártókat, hanem a tudósokat, a kutatókat és természetesen a mi hallgatóinkat is. Első kézből értesülhetnek a legújabb eredményekről,
átláthatják, megtapasztalhatják, hogy milyen széles körű alkalmazási lehetősége van egy ilyen új technológiának, és szeretnénk, hogyha az oktatási folyamatainkba is be tudna épülni ez a fajta innováció, ez a fajta tudás, hiszen az a célunk, hogy minél inkább versenyképes tudást tudjunk biztosítani a hallgatók számára. Itt nem csak a gyártók, a technológia, hanem a tudomány és a hallgatók is találkozhattak a legújabb innovációkkal, eredményekkel, mondta el az eseményen dr. Fülöp Tamás. A rektor elmondta, a rendezvény jól illeszkedik az egyetem profiljához, az anyagtechnológiai kutatásokhoz és a gyakorlatorientált képzésükhöz is. Azt kell tudni az additív technológiákról, hogy napjainkban egyre inkább megjelenik. Igazából már 3D nyomtatót akár bármelyik ilyen szupermarketbe lehet kapni, de azok nem azok a nyomtatók, amit mi a tudományban szoktunk használni, és mindenféleképpen szerettük volna a közönséggel megosztani azt, hogy a tudomány milyen nyomtatási technológiát alkalmaz, illetve milyen kutatási területek vannak a 3D nyomtatás területén belül, és ennek mi sem lenne jobb alkalma, mint egy ilyen konferenciának a megszervezése. Azért is büszkék a mai konferenciára, mert Magyarországon először sikerült megszervezni egy additív technológiákat összpontosító rendezvényt, ahol mind az egyetem, mind az ipar jelen van, mondta el dr. Kovács Zsolt Ferenc, tudományos rektorhelyettes. A konferencián hazai és nemzetközi előadók is szerepeltek, valamint az érdeklődők egész nap workshopokon vehettek részt. A szervezők bíznak abban, hogy az additív tudományos konferenciát és workshopot minden évben meg tudják rendezni. Szeptember 22-én autómentes nap lesz Kecskeméten egésznapos programokkal. A rendezvények miatt félnapos útlezárásokra is sor kerül. Több útszakaszra csak lakcímkártyával, illetve tulajdonnal rendelkező személyek juthatnak be. Jövő hét pénteken, azaz szeptember 22-én ismét autómentes nap lesz Kecskemét főterén. Délelőtt játékos vetélkedőt tartanak általános iskolák részére, amely alkalmával feladatokon keresztül ismerhetik meg a közlekedés alapszabályait. 9-től 18 óráig ismeretterjesztő kavalkád, tehát közlekedéssel kapcsolatos programok, kézműves foglalkozások, kerékpárszerviz, veterán és egyedi kerékpárok kiállítása is várja az érdeklődőket. Délután 5 órától pedig a Kossuth térről elindul az immáron hagyományosnak tekinthető kerékpáros felvonulás, ahol kicsik és nagyok együtt tekerhetnek biztosított útvonalon. Az önkormányzat által megküldött közlemény szerint szeptember 22-én pénteken a programok miatt útlezárásokra kell számítani a főtérhez közeli utcákon, tereken. Reggel 6 és délután 6 között lezárják a Battyány utca Dobó körúti körforgalom és a Lestár térig terjedő szakaszát, a Dobó István körút városközpont felüli oldalát és a Deák Ferenc tér Alföld áruház felüli oldalát. Ezen kívül forgalomkorlátozás várható majd a Lechner-Ödön utcán, a Lestár téren és a Katona József téren is. A közlemény szerint az autómentes nap ideje alatt a fent említett közutakra a lakcímkártyával továbbá tulajdonnal rendelkező személyek juthatnak be gépjárművel. A lezárás nem érinti a menetrend szerint közlekedő helyi és helyközi autóbuszjáratok menetrendjét. A lelki egészség nélkül nincs teljes gyógyulás. A legnehezebb pillanatokban is kell egy átvitt értelemben vett kéz ahhoz, hogy erőt meríthessünk. Kéz a kézben címmel szerveztek egyházszakmai konferenciát a mai napon Kecskeméten. A Kéz a kézben címet kapta az elmúlt időszak egyik legátfogóbb egyházszakmai konferenciája. A Kalocsa-Kecskemét főegyházmegye által szervezett konferencia sorozatra a kórházakban szolgálatot teljesítő papokat és lelkészeket, valamint az egészségügyi vezetőket várták. Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita a jelenlévők megáldásával kezdte a megnyitó beszédét. Az érsek hangsúlyozta, a teljes körű gyógyítás nem csak a gyógyszer kérdése. Együtt kell működnie az orvosnak és a lelki gondozóknak. Dr. Sörl Gellért, stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár kiemelte. A testi és lelki egészség egyformán alapvető jog az alaptörvény szerint is. Kórházi szolgálat nélkül a teljes lelki egészség lehetetlen. A kormány ezért kötött megállapodást a történelmi egyházakkal, és támogatja azokat folyamatosan. Dr. Gondos Miklós, a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház főigazgatója köszönetet mondott az egyházmegyének, és azoknak, akik 25 éve fenntartják a kórház lelkészi szolgálatot. A megnyitót követően a jelenlévő lelki gondozók a modern kor rájuk rótt szerepeiről, a mindennapi lélek jelenlétről, vagy éppen az információszerzés és kapcsolatszerzés hasznos formáiról is hallhattak előadásokat a Kéz a kézben konferencián. December végéig meghosszabbítja a kormány a kötelező akciózást. Mindezt tegnap jelentette be a kormány szóvivő.
A kötelező akciókat az eredeti szeptember végi határidőről az év végéig hosszabbították meg. Az indoklás szerint az online árfigyelő és a kötelező akciók is hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre inkább csökken Magyarországon az infláció. A kormány másik terve szerint a 4 gyermekes mellett a 3 gyermekes anyákra is kiterjesztik a személyi jövedelemadó mentességet, ám ennek időpontja még nem ismert. Kecskemét megyejogó város közgyűlése közmeghallgatásra várja a helyi polgárokat és szervezeteket október 19-én 16 óra 30 perctől a Városházán. A helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat a közmeghallgatás időpontja előtt legalább 10 nappal, abban az esetben, ha a kérdéssel vagy javaslattal érintett ügy ezen határidőnél később merült fel, legalább 2 nappal korábban írásban kell a jegyzőhöz benyújtani postai vagy elektronikus úton. A beadványnak tartalmaznia kell a benyújtó nevét és lakcímét, helyben érdekelt szervezetek esetén a székhelyét és a képviselő nevét, valamint a kérdés vagy javaslat rövid összefoglalását. További részletek a hiros.hu oldalon olvasható. Mit tudnak Kendék a barátságról, közösségről, összefogásról címmel rendeztek vetélkedőt a Platán Integrált Szociális Intézményben fogyatékkal élők számára. Mintegy 70-en vettek részt a tagintézményekből és a Mosolysziget nappali ellátóból a speciális Ki mit tudon, ahol a fő cél az volt, hogy sikerélményt szerezzenek a fellépők és egy élményteli napot töltsenek el együtt. Mintegy 70 lelkes résztvevő mutatta be tehetségét pénteken a Platán Integrált Szociális Intézményvel rendezett vetélkedőn. A Platán otthonon kívül a Tasi és a Tiszaújtási társintézményekből és a Mosolysziget nappali ellátóból is érkeztek fogyatékkal élők, mindannyian régóta készültek egyéni vagy csoportos produkciójukra. Sevetkáné Pokélszky Katalin intézményvezető köszöntötte az indulókat és felkészítőiket. Az légy, aki vagy, és érezd jól magad, idézte fel a mai nap üzenetét a résztvevőknek. Elmondta, a vetélkedő témája idén a barátság, a közösség és az összefogás, erről szólnak a versek, a dalok, erről készültek a színpadi jelenetek és a prózai előadások. A fejlesztő és terápiás kollégák készítették fel a résztvevőket produkcióikra. Fontos cél volt, hogy mindenki sikerélményt élhessen át, mindenki érezze, hogy fontos lánceme az adott előadásnak. Így közösen voltak jelmeztervezők, dramaturgok, zenészek és színpadi munkások. A produkciókat természetesen értékelték is. A zsűri egyik tagja volt Tabán István, a 2009-es Csillagszületik Tehetségkutató nyertese is. A különleges Ki mit tudon nem születtek helyezések, viszont gazdára talált a legvidámabb, a legszínesebb, a legfantáziadúsabb produkció díja. A szervezők szeretnének hagyományt teremteni a közösség kovácsoló vetélkedőből. A 80 évvel ezelőtt született Probstner János, kerámikus művész, grafikus művész, stúdió alapító tiszteletére nyitottak emlékkiállítást szeptember 14-én a Nemzetközi Kerámia Stúdió kertjében és a Kápolna Galéria termeiben. Az esősre fordult időjárás ellenére szép számú közönség gyűlt össze Probstner János, kerámikus és grafikus művész, a Nemzetközi Kerámia Stúdió megálmodója, felépítője és sikeres menedzsere emlékkiállítására a stúdió belső udvarán és a Kápolna Galéria összes termeiben. A megnyitó ünnepség Majoros Gyula előadó művész zenei performanszával kezdődött. Sütő Erika, az intézmény jelenlegi vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, majd Kerényi György, civil aktivista mondott személyes hangú emlékező beszédet Probstner Jánosról, akihez majd fél évszázados barátság fűzte. Kerényi a tevékeny közösségi ember, a felelős értelmiségi képét rajzolta meg a megnyitón. Ugye megtestesítette azt, amit egy igazi művész értelmiségiről ugye elképzelünk a nagykönyvekben, tehát ő messze túl nőtt és túllátott azon a horizonton, amit a stúdió falai jelentettek, még hogyha ez a falak a világ felé minden irányban nyitott kapukkal rendelkeztek. A Kápolna Galéria termeiben Probstner János míves grafikai lapjait és kerámia plasztikáit állították ki.
a Kiskápolnában egy fotográfiákból álló emlékfallal és a stúdió kiadványaival találkozhatott a látogató, a folyosón az egyes szimpóziumok képanyagával, a belső udvaron a stúdióhoz kötődő plakátokkal találkozhattak a nézők. A jelenlegi munkatársak is kiemelten fontosnak tartják, hogy az alapító szellemiségéből minél többet tovább vigyenek. Sütő Erika ambícióiban ott szerepel, hogy a stúdió jól megalapozott hírét ne hagyják elhalványodni az alapító halála után sem a világ keramikusainak körében. Ismerjék a stúdiót, és tudják, hogy ez egy olyan központ, ez egy olyan nyugvópont a művészek számára, ahol tényleg egy olyan támogató környezetben tudnak kísérletezni, magukat fejleszteni, illetve egymással találkozni, eszméket cserélni, ahova érdemes összejönni és ellátogatni ide hozzánk. A megnyitót követően levetítették a közönségnek a Proszner Jánosról televízión közreműködésével készült portréfilmek részleteit. Az emlékkiállítás október 7-éig, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között tekinthető meg a Kápolna galériában. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Átadták és megáldották péntek délelőtt a csaknem 600 millió forintból kívülbelül megújult Bocskai utcai óvodát. A 40 éves épületet másfél év alatt újították fel, gyakorlatilag csak a falakat tartották meg. Első alkalommal rendezték meg a Neumann János Egyetem kampuszán az Országos Additív Tudományos Konferenciás Workshopot. A rendezvény illeszkedik az anyagtechnológiai kutatásokhoz és a gyakorlatorientált képzéshez. Szeptember 22-én autómentes nap lesz Kecskeméten, kerékpáros felvonulással és egésznapos programokkal. A rendezvények miatt a főtér környezetében több utcát és teret is lezárnak az autóforgalom elől. Kéz a kézben címmel szerveztek egyház szakmai konferenciát a mai napon. A rendezvényre a kórházakban szolgálatot teljesítő papokat és lelkészeket, valamint az egészségügyi vezetőket várták. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban bemutatjuk, mi várható a hagyományőrző katonai parádén Táborfalván. De először beszélgetést láthatnak Csány Katalin bibliodráma vezetővel. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím híres.hu. A hírös híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. A Hét című heti hírösszefoglalót szombat és vasárnap 19 órakor, illetve vasárnap és hétfőn reggel 7 és 9 órakor láthatják. Kedves nézőink, friss hírekkel, információkkal pedig hétfőn a szokásos időben, tehát 19 órakor várjuk Önöket. Én minden munkatársam nevében kellemes, pihentető hétvégét kívánok mindannyiuknak. Viszontlátásra! Szombaton több órás napsütés mellett gomoly felhők képződnek, ugyanakkor lehetnek tartósabban felhős körzetek is. Zápor, zivatar is kialakulhat, a szél többnyire mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet többnyire 23 és 28 fok között várható, a tartósabban felhős részeken 21-22 fok sem kizárt. Vasárnap a gomoly, illetve fátyol felhők mellett sok napsütés várható, néhol kialakulhat zápor, zivatar. Hajnalban általában 11-17, a délutáni órákban 24-30 fokot mérhetünk. Hétfőn napos idő valószínű gomoly, illetve fátyol felhőkkel, általában száraz idő lesz, de egy-egy zápor, zivatar nem kizárt. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 13-18 fokról délutánra 25 és 31 fok közé melegszik fel a levegő. Thank you.
Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez itt már a kiemelő. Mai magazinunkban bemutatjuk, mi várható a hagyományőrző katonai parádén Táborfalván. De először beszélgetést láthatnak Csány Katalin bibliodráma vezetővel. Már is kezdünk! Idén ősszel két bibliodráma csoportot is indítanak Kecskeméten, melyeken a résztvevők többek között inspirációt is nyerhetnek a mindennapjaikhoz. A csoportokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Csány Katalin bibliodráma vezetőt kérdezzük. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is jó estét kívánok, és nagyon szívesen jöttem. Hát először is beszélgessünk arról, hogy mikor és hol alakulnak ezek a csoportok, mert hogy két csoportról is szó van. Igen, igazából két időpont van, tehát az időpont különbözteti meg őket. Az egyik hétfő este, kora délután vagy késő délután este lesz, a másik meg havonta egy szombati napon. Mi a célja ezeknek a foglalkozásoknak? Hát ezeknek a csoportoknak, tehát ezek egy zárt csoportok lesznek, és 70 órások, tehát egy folyamatos... Tehát tényegben egy tanévről szól. Egy tanév, ez egy 70 óra, ez egy tanévre szól, és 4 célrendszere van. Van egy önismereti része, tehát hogy jobban kapcsolódik a csoporttag önmagához. A második része, hogy jobban megismeri a Bibliát. A harmadik, hogy hát csoportban vagyunk, és akkor egy közösség, csoport alakul, tehát másokkal együtt dolgozik, és van egy negyedik, ami a Bibliából fakad, hogy az Isten kapcsolata mélyülhet, alakulhat, változhat, megelevenedhet. Hány fő alkotja az egyik csoportot, illetve a másikba is hány embert várnak? Mind a két csoport most alakul, tehát egy ilyen csoport akkor tud működni, ha 10 és 14 fő közötti létszám alkotja a csoportot, mert ennyi ember tud együtt jól játszani, maximum 16 fő lehet, tehát mi a Magyar Pszichodráma Egyesület keretein belül dolgozunk, és ott meg van határozva, hogy maximum 16 fő lehet egy lejelentett csoportban. Mi a lényege ennek a kurzusnak? Hát ez a 4-es célrendszer, ugye ez egy célrendszer, de alapvetően az, hogy csoportban a bibliai történeteket nem csak elolvassuk, hanem attól lesz ez dráma, hogy eljátsszuk, hogy a bibliai szereplők bőrébe bújnak a csoporttagok, és ki egy-egy szerepet fog eljátszani. Ezek olyan szerepek, amiket mindenki maga választ. És hát abban izgalmas egy ilyen csoport, hogy nem, nincsenek nézők. Tehát nem kell színészi tehetség, nem kell kiemelkedően ügyesnek lenni. Lehet, hogy valaki sose játszott ilyet, de a fejében játszott, és arra most tere van lejátszani, hiszen nincsen joga lámpalázasnak lennie, vagy nincsen, hát nem joga, de hogy nincsen értelme lámpalázasnak lenni. Nincs rizikó, ugye? Hát nincsen rizikó benne. És tulajdonképpen alapvetően mindenki magának játszik, mert saját magával találkozik. Igen, de közben azt gondolom, hogy az ilyen bibliai történetek majd visszatükröződnek a saját életükbe is, hogyha már megszemélyesítettek egy-egy szereplőt, de teljesen máshogy élhetik meg ezeket a szituációkat. Mi ennek a hozadéka? Hát ez nagyon pontosan fogalmaz, vagy nagyon jól ráértett a lényegére. Hát csak improvizáltam. Mert valóban azt szoktuk kérdezni egy-egy játék után, hogy mit élt meg a csoporttag a szerepében, vagy miért választotta ezt egyáltalán, mit élt meg, és ez van-e valami fantáziája arról, hogy hogyan kapcsolódik ez az életéhez. Akkor egyértelműen nyitottnak is kell lenni egyébként egymás felé is, hogy ezeket az élményeket, ezeket a személyes aspektusokat is megnyissam a másik fele? Igen, tehát mindenképp nyitottnak kell lenni, de hát ennek két, vagy hát nagyon sok eleme van. Az egyik példa az, hogy ez tényleg zárt csoportként működik, tehát az elején kötünk egy szövetséget, aminek alapja a titoktartás, tehát hogy a személyes dolgokat nem mennek ki,
tehát nem mondjuk el másoknak, csak mindenki azt mondhatja el, ami vele történt. Én azt éltem meg, hogy, és az úgy hatott az én életemre, hogy. Azt tudjuk tovább mesélni. Uh-huh. És nyilván, hát a... Vannak-e személyes visszajelzések? Tehát, van, hogy a feleség, ugye a házaspár feleségtagja eljött egy ilyen kurzusra, és netalántán a férje ura mesélt utána a kurzusvezetőnek, hogy kérem szépen megváltozott az életünk. Vagy hát akár ez is benne lehet? Benne lehet. A házastársakkal, vagy párokkal, vagy gyerekekkel nem szoktunk találkozni, de minden alkalom elején van egy visszajelzés az előző alkalomra, illetve mindig van feldolgozó kör, és ott azért elhangzik az, hogy hát milyen érdekes, hogy a férjem is azért rácsodálkozik arra, hogy hát megváltoztam, most már mondjuk jobban kiállok magamért, vagy jobban kiállok a családunkért, vagy egy férfi csoporttag is azt mondta, hogy na itt megélhettem azt a mondjuk nyers erőt, ami bennem van, amit elvárják, de én nem merem megmutatni. És itt kipróbáltam egy miniben. És utána eldöntöm, hogy ezt akarom-e a világba is használni, vagy nem, vagy hol akarom, hol nem. De hogy ki lehet próbálni valamit. Vannak-e visszatérő tagok, jelentkezők? Előfordult-e már ilyen? Előfordult. Annyira jó volt, annyira nagyon-nagyon jó utat mutatott egy ilyen kurzus, hogy hát akkor jöhet a következő év is. Ide nekem az oroszlánt. Előfordult, hogy valaki bibliodrámában újra jött. Előfordult az is, hogy pszichodráma után bibliodrámára jött, bibliodráma után elment a személyesebb mélyítés felé, és pszichodrámára jött, tehát persze. Tehát... Milyen tematika szerint dolgozzánk fel a Bibliát, vagy Bibliának egy részét, egy témakör, vagy kronológiai sorrendet tartanak? Igazából ugye a szombati az 9 alkalom, a hétfő az 14, tehát igazából itt csak szemezgetni tudunk. Alapvetően abból indulunk ki, hogy minden csoport előtt van egy interjú a csoporttagokkal, és a csoporttagoknak az úgy aktuális kérdéseire keresünk történetet. Hogy itt például egy tükkezeléssel van probléma sokaknál a csoportban, vagy azzal esetleg, hogy hát magamért hogyan tudok kiállni, akkor keresünk egy ilyen történetet. Mm-hmm. És bármilyen élethelyzetből jöhet ez a magamért való kiállás, lehet ez egy munkahelyi, egy családon belüli, lehet egy intézménnyel szembeni magam olyan kiállás, vagy csak egy időbeosztást érintő, és akkor a csoporttagok igényeihez keresünk történetet. Kiket céloznak meg elsősorban? Tehát most itt az életkorra gondolok, illetve hát nem tudom, hogy ki a nyitottabb ez ügyben, a hölgyek vagy az urak. Én tudom, hogy mi nők azért lelkizősebbek vagyunk. Lelkizősebbek vagyunk, de nagyon sok nő úgy jön el, hogy megkapja társának, párjának, férjének a támogatását. Tehát azt hiszem, hogy a férfiak is jelen vannak, ha nem is mindig a jelenlétükkel, de a támogatásukkal. De ezek szerint a hölgyek bátrabbak? A hölgyek azok bátrabbak, ők vannak többen, de azok a férfiak, akik eljöttek, ők se bánták meg, hogy eljönnek. És hogy kiket várunk, alapvetően nagykorúakat, azért 20 pár évestől felfelé, igen. És nincsen életkori meghatározás. Azokat, akik nyitottak önmagukon dolgozni és csoportban dolgozni. Hogyan lehet jelentkezni önök? Legalábbis az elérhetőséget, az internetes elérhetőséget, azt mondjuk el. Csány Katalin vagyok, és a saját honlapomon, tehát Csány Katalin bibliodrámát, ha bárki beírja internetre, akkor meg fog találni. Igen, helyszín? Helyszín Kecskemét belvárosába, alapvetően ezt adjuk meg, azért mert az interjú után pontosítjuk, és hogy a következő napokban, hetekben várunk még jelentkezőket. Hát akkor sok sikert kívánunk ehhez az idei kurzushoz. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Nagyon szívesen.
Ma vette kezdetét a háromnapos látványos hagyományőrző katonai parádé. Idén a Magyar Honvédség megalakulásának 175. évfordulója tiszteletére rendezi meg az eseményt a HM Fest Militari Hagyományőrző és Szabadidő Egyesület egy igazán autentikus, ikonikus új helyszínen, Táborfalván. Lánctalpas harci járművek, helikopterek, különböző korok fegyverei, és ez csak egy pár példa, amivel találkozhatunk majd itt a hétvégén Táborfalván egy 10 hektáros területen, immáron 8. alkalommal. Jelenleg a tábor, magának a helyszínnek az építése zajlik, dolgoznak a katonák, azt látjuk itt a helyszínen. Vendégem Kovács Imre, a HM Fest Military Hagyományőrző és Szabadidő Egyesület elnöke. Jó napot kívánok! Hogyan készülnek most a mai napon? Mivel is fogják várni a vendégek? Hát az, hogy a mai napon, az már nem igaz, mert már hetek óta készülünk, a finishben vagyunk, építjük a csatahelyszínt, a hadijáték helyszínét, épülnek a táborok, a legénységi szállások, a tiszti étkezde, a legénységi étkezde, és minden, ami a fesztivál hangulatához szükséges. Mi itt a kulcs szó? Hát interaktív történelmi élőképek, minden korból a magyar hadviselés 1000 évét kíséreljük meg, bemutatni egészen a honfoglalás korától a néphadsereg koráig. Milyen járművekkel, fegyverekkel találkozhatunk? Ha jól tudom, akkor vegyvédelmi eszközök is lesznek majd itt a helyszínen, ezekkel is megismerkedhetnek a vendégek. Ez így igaz. Gyakorlatilag 1000 év magyar hadviselésében benne van a honfoglalás korától a néphadsereg koráig, és a néphadsereg korából azok a technikák még rendelkezésre állnak, és be fogjuk mutatni a kilátogató vendégeknek a vegyvédelmi eszközöket is többek között. Nézzünk pár példát a fegyverekre, a járművekre. Ugye mindig azok viszik el a prímet. Igen, különösen a II. Világháborús járművek, azok mindig nagyon-nagyon nagy sikere vannak a jelen a rendezvényen. Éppen ezért II. Világháborús hadijátékkal készülünk, mind szombaton, mind vasárnap a közönség számára. Azt láttam, hogy itt azért vannak olyan helyszínek, itt a 10 hektáros területen, ahol maguk a vendégek is egy kicsit katonává válhatnak. Így van, az idei évben különösen, mert hogy az interaktív történelmi élőképekben az volt a kérés a hagyományőrzőkhöz, hogy vonják be a közönséget is, úgyhogy beleélhetik a látogatók magukat az adott történelmi korba, kezükbe vehetik az előtöltős fegyvereket, akár a történelmi honfoglalás korabeli íjakat ki is próbálhatják, dárdával célba dobhatnak, és minden olyan eszközt, ami kézbe adható, azokat kézbe is fogjuk adni. És szerintem sokan ki is fogják próbálni, lövészárkuk is van. Igen, a hátam mögött éppen a II. Világháborús hadijátéknak az egyik lövészárkát látjuk, de az ellenség és a túloldalon már megépült. Ezekbe az árkokba fognak majd a hagyományőrzők bemutatót tartani. 8. alkalommal szervezik meg ezt a katonai parádét. Miért lehet ennyire népszerű? Ugye azt láthatjuk, hogy minden évben nagyon sokan vannak. Mi a cél, mi a titok? Igazából mi egy dél-angliai rendezvényt vettünk példának, a Háború és Béke Show-t, a War and Peace Show-t, a példakép rendezvényünk, az ottani főszervező díszvendégünk is volt az egyiken. Nyugat-Európában nagyon divatja van ennek a military hipster életérzésnek. Ha az anyuka a 2 éves gyereknek terepszínű sapkát ad a fejére, akkor ő már hipster, és nálunk nagyon sok ilyen látogató van, aki ezt az életérzést már magáénak tudja, nem feltétlen kell hozzá katonának lenni, de szeretni kell a zöldet. Kovács Imrének nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, mint hallhatták, olyan haditechnikai eszközökkel, járművekkel találkozhatnak itt a hétvégén Táborfalván, amelyekkel talán soha. Jöjjenek el ide a katonai parádéra. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Átadták és megáldották péntek délelőtt a csaknem 600 millió forintból kívülbelül megújult Bocskai utcai óvodát. A 40 éves épületet 1,5 év alatt újították fel, gyakorlatilag csak a falakat tartották meg. Első alkalommal rendezték meg a Neumann János Egyetem kampuszán az Országos Additív Tudományos Konferencia és Workshopot. A rendezvény illeszkedik az anyagtechnológiai kutatásokhoz és a gyakorlatorientált képzéshez. Szeptember 22-én autómentes nap lesz Kecskeméten, kerékpáros felvonulással és egésznapos programokkal. A rendezvények miatt a főtér környezetében több utcát és teret is lezárnak az autóforgalom elől. Kéz a kézben címmel szerveztek egyház szakmai konferenciát a mai napon. A rendezvényre a kórházakban szolgálatot teljesítő papokat és lelkészeket, valamint az egészségügyi vezetőket várták.
A 80 évvel ezelőtt született Probstner János tiszteletére nyitottak emlékkiállítást a Nemzetközi Kerámia Stúdió kertjében és a Kápolna Galéria termeiben. A tárlat október 7-éig tekinthető meg. Kedves nézőink, hírórával legközelebb hétfőn várjuk Önöket este 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk voltak, szép hétvégét kívánok mindannyiuknak, viszontlátásra!